Adományokat gyűjt a Blahájet Társaság. A több mint 10 éve működő gödöllői civil szervezet elnöke, dr. Bucsi László azt kéri, aki teheti, járuljon hozzá a Blaha városrészben, a Ligeti Juliska utcában található játszótér fejlesztéséhez, a csúszdás mászóvár megvásárlásához. A Blahájet Társaság az elmúlt években számos akcióval szépítette a városrészt. Amikor a nemzet csalogányának, Blaha Lujzának 10 évig itt volt a nyaralója, a 19. század végén, akkor sik volt itt élni Gödöllőnek ezen a részén. És most, ön szerint? Hát szerintem most kezd a dolog alakulni. Ugye itt egy komoly hullámvölgy volt, mert a Blaha Lujzának a nyaralója eltűnt a földszínéről, helyette van most a legjobb tudásom szerint a városnak egy napközis tábora, ami azért tovább viszi a hagyományokat. Itt volt ugye a Blahai strand annak idején, ahol valóban sik volt nyaralni, idejárni, Pestről, a környékről mindenhonnan idejártak, nem csak a helybéliek. És hát utána sajnos itt a víznyerésnek a problémái miatt ez a strand is meghalt, és utána aztán Blaha aztán gyakorlatilag vízterület nélkül maradt. És utána eltelt 1-2 évtized, és egy pár őrült itt összeállt, és akkor itt tulajdonképpen itt ennek a tónak a helyén egy büdös mocsár volt szó szerint, egy teljesen benőtt sással, kálkával, víz szinte nem volt benne, és hát valamilyen módon azért ezt a Blahai strandot, bár ez nyilvánvalóan nem fürdőtó, meg nem horgásztó hivatalosan, de ezt azért valamilyen szinten vízfelület tekintetében legalább pótoltuk, úgyhogy sikerült itt ebből közmunkával, úgymond közmunkával, civil összefogással egy ilyen tavat összehozni, és hát erre méltán büszke itt a társaság. Akkor ezért is alakult meg anno bő 10 évvel ezelőtt a Blahájet Társaság. Igen, hát részben ezért. Nyilvánvaló, hogy számos olyan probléma volt akkor, amik részben már idejét múltak, tehát a társaságnak akkor az alapvető dolga az volt, hogy a utak, járdák, vízfolyások, közlekedés, közbiztonság, tehát a legkülönfélébb kérdések tekintetében fölhívja a figyelmet az itteni nehézségekre, és hát megtalálta, hála Istennek, a várossal a közös hangot, és azóta ezek a dolgok hát döntő többsége megoldódott. Itt ugye a Blahané út, ugye ez a Blaha főútja, hát ez hajdan a Szada felé eső szakaszon minősíthetetlen állapotban volt, tehát itt a tengelytöréstől a szilikózisig mindent lehetett kapni, hogyha itt valaki végigautózott, de hát most azért ezek a kérdések mind megoldódtak. Hozzá kell tennem, hogy a város azt hiszem, hogy teljes mellszélességgel támogatott minket, és a városon belül ki kell emelni, hogy ugye a Vüszi nevű cég, amelyik itt a közdolgokat gardírozza, hát tényleg minden segítséget magadott, úgyhogy azt csak köszönhetjük nekik. Egyébként a Blahájet Társaság számos programmal szépítette az utóbbi időszakban is ezt a városrészt. Gondoljunk csak például a túltakarításokra, gondoljunk mondjuk a rendelintézet parkosítására, és gondolom sokan részt is vesznek ebben, és részt is vettek. Hány tagja van a társaságnak, mennyi az aktív mag? Igen, hát ahogy minden társaságban lenni szokott, az aktív mag az lényegesen kevesebb, mint a tényleges tagság, úgyhogy én elég maximalista vagyok, és mindig, amikor sikerül valamit megcsinálnunk, akkor mindig rá tudnék tenni még egy lapáttal, de amikor itt mondjuk a tótakarítás zajlik, amire a Régió Plusz televíziót szívesen várjuk és barátsággal várjuk, ez általában április tájékán, amikor már olyan a hőmérséklet, hogy be tudunk menni halászcsizmákkal, mert itt azért ronda kemény fizikai munka zajlik, ugye, akkor állít össze a társaság, hát itt akkor 100-as nagyságrendben dolgoznak a népek, és hát ha eljön a televízió és tényleg látja, akkor valóban egy felemelő dolog, hogy egy közösségben a legapróbbaktól a legnagyobbakig, itt mindenki csupa szutyok, sár, húzgálják kifele innen a minden. Hát ugye itt azért egy év alatt ide mindenféle bepotyog ebbe a tóba, mert hát azért nem csak ilyen törvénytisztelő polgárok járnak ide, hanem itt-ott-ott azért bedobálnak ide sörös üvegtől, autógumig mindent, és azért ezt rendbe kell tenni, úgyhogy mondom, ez egy komoly fizikai meló. Hát ha jönnek, akkor remélem, hogy látni fogják, hogy ez egy valóban összeálló társaság. Mondom, itt 100-as nagyságrendben dolgoztak a népek. Egyébként a kisebb rendezvényeken, ugye, ami említette itt a Molidombot, meg ilyen kisebb terület karbantartó dolgokat, hát ott is azért 20-30-40 ember ott is mindig ott van.
A több mint 3000-es lélekszámú blahai városrész önkormányzati képviselője, Pece Dániel alpolgármester évek óta tevékenykedik a társaságban. Ön alpolgármester, mióta vesz részt a Blaha Társaság munkájában? Idestova most már 2008 óta, amikor ide költöztünk a blahai városrészre. Én mindig is gödöllői voltam, így születtem, ide jártam minden iskolámba, ha úgy tetszik, a bölcsödétől az egyetemig, és az egyetem után itt is kezdtem el dolgozni, a polgármesteri hivatalban, de feleségemmel és a gyerekekkel 2008-ban költöztünk ide. Azóta veszek részt a Blahai Társaság munkájában. Miben tudott segítkezni eddig? Milyen akciókban vett részt? Gyakorlatilag azt kell, hogy mondom, négy éve, hogy aktívan újra fölélesztettük a társaság életét, a munkáját. Bucsi doktor úr az, dr. Bucsi László, állatorvos, aki a Blahér Társaságnak az elnöke. Tavaly volt 10 éves a társaság, de az utóbbi, volt egy pár év, amikor kevesebb volt az aktivitás. Az utóbbi 4 év, amikor ismét társadalmi munkákat szerveztünk, minden évben természetesen doktor úr által összefogva az úréti tótakarítás megrendezésre került, és a 2 éve, hogy minden hónapban csinálunk egy társadalmi munkát szerte a városrészben, legyen az a tévétorony melletti mollidombnak a rendbetétele, virágokkal való beültetése, vagy az orvosi rendelő mellett a járda szépítése, illetve ott is növényültetés. Igyekszünk mi is tenni a környezetünk szépségéért. Ön ugye a Blaha Városrész önkormányzati képviselője is. Milyen fejlesztéseket sikerült elérni az utóbbi években itt, ebben a városrészben? 2010 óta vagyok önkormányzati képviselője a Blahai Városrésznek. Büszkén mondhatom, és nagy örömmel töltött el az, hogy ugye hivatalosan a Lokálpatrióta Klub színeiben indultam, és aztán nyertem meg a választást, de a Blahér Társaság támogatásával és Bucsi doktor úr, elnök úr támogatásával. Azóta elég sok minden történt, azt gondolom. Az előbb említett társadalmi munka és közösségépítés az, amit a legfontosabb eredménynek tartok. Közösen, ahogy az előbb említettem a Bucsi doktor úrral, próbáljuk a városrészt élhetőbbé tenni, és a választás előtt volt sok blahaiból olyan érzés, hogy hát elszigeteltek vagyunk, és hogy a várostól kívül esik ez a rész, és minket elfelejtenek, most pedig már büszkén mondjuk azt, mondják az emberek azt, hogy blahaiak vagyunk, és az egész dolog elhangzik, de már egy más előjellel. Ezen felül nyilván infrastruktúrális fejlesztések is voltak, folytatódott a járdaépítési programunk, értelemszerűen itt a tó mellett próbáltuk még élhetőbbé varázsolni a környezetet, itt készült el egy hosszabb járdaszakasz. Ezen kívül a játszótér fejlesztés az, amire szintén nagyon büszke vagyok. A Ligeti Juliska utca végén sikerült az idei évben egy új játszóteret létrehoznunk, ahogy azt megígértük az embereknek. Most adománygyűjtés szerveznek a Ligeti Juliska utcában nyáron átadott játszótér továbbfejlesztésére. Honnan jött az ötlet? Hát az ötlet alapvetően onnan jött, hogy és amikor a tavat felavattuk, akkor ez a játszótér akkor került megnyitásra, és már akkor szóba került, hogy az itteni családoknak, kisgyermekes családoknak ez a játszótér megadja lehetőséget, hogy itt pihenjenek, játszanak felügyelet mellett a gyerekekkel, viszont fönt a dombon, ami azért odébb van egy pár kilométerrel, ott az ottani kis gyermekes családoknak nem volt lehetősége ilyen játszótér használatára, és előbb említettem ugye a Blaha Lujza Hajdani területén van ez a napközis tábor, amit a Montág iskola hát védnököl, tulajdonképpen természetesen városi tulajdonban van, de
ott egész nyáron hetes váltásokban a gödöllői iskoláknak a gyerekei ott nyaralnak, illetve pedagógusok felügyeletével ott pihennek, játszanak, és ennek a területnek a felső része pontosan annak a résznek, blahai résznek felelt volna meg, akikről az előbb beszéltünk, hogy nincs játszóterük. Most ebből a napközis táborból néhány évvel ezelőtt egy kerítéssel kihasítottunk egy részt, egy ilyen akácos, ligetes kis területet, és hát amióta ugye a Pece Dániel lett a körzetünknek a képviselője, és hát most már alpolgármester is, azóta új lendületet kapott ez a civil munka, és azóta tulajdonképpen ez már inkább az ő hát kezdeményezése volt, hogy ott ez a játszótér ténylegesen megvalósul. Ez egy régebbi gondolat volt, és hát idén föl tudtuk avatni azt a játszóteret is. Nagyon-nagyon hangulatos, aranyos kis hely, ahol szintén várjuk szívesen a Regio Plus-nak a kameráját, és hát ott még bővíteni tudnánk a játszótéri elemeket, ott egy csúszdát szeretnénk, egy kis várral, nekem még külön hát gondolatom, hogy ne csak a picik legyenek ott, hanem esetleg az idősebbek is. Tényleg ez egy nagyon hangulatos, árnyékos, ligetes rész, és Gödöllőn kevés ilyen játszótér van, ez azok közé tartozik. Ott az öregek is leülhetnének esetleg egy sakkasztalhoz, tehát még ezt is én szeretném megvalósítani, ugye? Már csak a saját koromra való tekintettel is. Miben bíznak, mekkora összeg származhat az adománygyűjtésből? Igen, hát ez egy nagy rejtély. Na most én elég régen szekerezek ilyen közdolgokban, és az a tapasztalatom, hogy az újsághirdetés az nagyon jó, ha van, de a konkrét személyes kapcsolatteremtés az az, ami a döntő. Ugye hát hiába az újságot esetleg nem mindig olvassák el, átfutnak rajta, ezzel együtt mondom, az újságon kívül mi még próbálunk személyes kontaktusokat teremteni. Én úgy gondolom, hogy hát csak satszolni tudom, mert nem vagyok szakember, de azért ez egy félmilliós játék legalább egy ilyen vár egy csúszdával. Én nagyon bízom benne, hogy ezt az összeget valamilyen formában össze fogjuk tudni hozni. A szó nemes értelmében a felnőttek nevelését is megvalósítani a városrészben doktor úrral és a társasággal együtt. Itt gyakorlatilag azt szeretnénk, hogy ha azt éreznék az emberek, hogy a közös, a nagy közös jóból mindenki részesülhet, részesülnie is kell, de mindenkinek vannak kötelezettségei és jogai is ezzel szemben, tehát nem csak kivenni kell, hanem berakni is. A társadalmi munkák, a közösségi munkák is ezt a célt szolgálják, és egyébként egyre többen vagyunk is, és egyre többen érzik úgy, hogy tenni akarnak a közösségért. Az önkormányzat finanszírozásában valósult meg az előbb említett Ligeti Juliska utca végén található játszótér, de nyilván ez tovább fejleszthető, mint minden más. Egyik kis lány szájából hangzott el a játszótér átadón, hogy de hol a csúszda. És akkor fogalmazódott meg bennünk az a gondolat, hogy szervezünk egy gyűjtést, adománygyűjtést. Szeretnénk, hogyha mindenki érezné, hogy szükséges a segítség, és tudna is segíteni. Ugyanilyen munka volt ezen a játszótéren, ősszel a játszótér szépítés. Használt autógumikat helyeztünk el, és a gyerekek a földben, és a gyerekek festették le. Azóta ez az egyik kedvenc játék. Tehát sokan oda eljöttek, sokan tettek azért, hogy szebb legyen a játszótér. Ezt már ilyen közösségi munkában nem tudjuk ezt a további fejlesztést megvalósítani, egy olyan játszóeszköz megvásárlását, amin csúszda is van, ahogy a gyerekek kérték. Ezért szerveztük ezt a gyűjtést, és remélem, hogy tavaszra összegyűlik annyi pénz, hogy ezt meg tudjuk valósítani.